Köszöntöm a kedves hallgatókat a Országos Széchenyi Könyvtár 7. podcast adását. Rögzítjük éppen, Solymos Ákos segíti a munkánkat, és vendégünk Sirató Ildikó, a Színház Történeti Tár korábbi vezetője, színház és irodalomtörténész, a Magyar Táncművészet Egyetem docense, tanít az ELTE irodalomtudományi doktor iskolájában, és számos hazai és külföldi egyetemen, Kolozsvár, Bécs, Tampere, Belgrád, tehát elég sokfelé adja át Ildikó azt a tudást, amit az elmúlt években akár itt a Széchenyi Könyvtár, akár máshol megtudott a színházakról. Kezdjük onnan, hogy honnan kezdődik az egész színház tudomány, mint olyan. Hát azt lehet mondani, hogy már a régi görögök is, ugye ezzel szoktunk minden kultúrtörténeti témát elindítani, és hát valóban így történt. Volt egy esztéta, egy filozófus, aki szeretett színházba járni, már másrészt kötelező is volt neki, hiszen aténi polgár volt. És megírta a Poétika című könyvében a saját tapasztalatait az aténi 5. századi, Krisztus előtti 5. századi színházról és színjátszásról. Ez valójában nagyon pontos a cím, hogy Poétika, mert valójában nem a színházról, hanem a drámáról szól Arisztotelésznek az okfejtése, hogy milyen is volt a Krisztus előtti 5. században, a virágzó Aténban az a fajta verseny, amit a drámaíróknak hirdettek meg. Akkoriban, hogy a versenyt meg lehessen rendezni, nem azt várták el, hogy a közönség elolvassa ezeket a drámaszövegeket, hanem megpróbálták úgymond, hát mondjuk a felolvasó színházhoz hasonló technikával előadni a szövegeket, és aztán a közönség döntött el, hogy abban az esztendőben az agónt kinyeri meg, melyik szerző, és ezt a dolgot leírja Arisztotelész, hogy hogyan is működött a dráma ebben az aténi kultúrában. Hogyan működött? Hát ezt mindenki tanult a irodalomból, hogy ugye milyen részei vannak a drámának, és hogy van kar, és hogy egy-két, aztán három szereplő lehet egyszerre a színpadon, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ezt Arisztotelésztől tudjuk, még akkor is, ha nem olvastuk az eredeti munkát, hiszen az európai művelődéstörténet, irodalomtörténet, színháztörténet innen indul. És valóban nagyon izgalmas ez a leírása a drámának. Az az igazság, hogy később is nagyon sokszor fordultak Arisztotelészhez a dráma tudósok, dráma elméletészek, sőt, tehát a színház tudósok is, de a leghíresebbek, akik egy tévhitet terjesztettek el, azok a francia klasszicisták voltak a 17. század végén, akik az enciklopédiába, ugye, amiben összegyűjtötték az addigi tudást a világról, úgy fogalmazták meg a dráma írás és a dramaturgia szabályait, hogy Arisztotelészre hivatkoztak, aki nem szabálykönyvet alkotott, hanem a saját tapasztalatait írta le. És a francia klasszicisták ezt megfogalmazták egy ilyen tézisben, hogy hármas egység, hogy az idő, a hely és a cselekmény egysége szükségeltetik ahhoz, hogy tökéletes dráma szülessen. Igazándiból azok a szerzők, akik ezt az enciklopédia szócikket, vagy hát fejezetet megfogalmazták, a saját drámáikban nem tudták betartani, mert ezek nem betartható szabályok. Úgyhogy leginkább Racine, aki részese volt az enciklopédia megírásának, ő a saját drámáiban messze elszakadt ezektől a szabályoktól, még akkor is, amikor adott esetben görög mitológiai témát dolgozott föl. Eljutunk 18. század végéig, 19. század elejéig, és Széchenyi Ferenc is fontosnak tartotta, amikor az egész gyűjteményt megalapozta, az egész Széchenyi Könyvtár gyűjteményt, hogy legyenek a színházakkal kapcsolatos dokumentumok. Milyenek voltak ezek? Ez neki természetesen része volt az ő gyűjteményének, az, ami a színházra vonatkozott. A 18. században Magyarországon is az udvari színjátszás az viszonylag jól működött és virágzott. A leggazdagabb főnemesi családoknak nem is egy, hanem több színháza is volt, ugye a vidéki nagykastélyban, aztán később a városi palotákban is. A Széchenyieknek is volt saját udvari színházuk. És hozzátartozott a... Mondhatnám, hogy a műveltséghez is, de inkább a tulajdonképpen a szórakozáshoz és a reprezentációhoz a színház. A 18. század végén azok a főnemesek, akik egyébként külföldön iskoláztak is, tehát jártak külföldön tanulmányútra, azok láttak polgári színházat is, és ezekről az élményeikről is beszámoltak általában a leveleikben, illetve később mondjuk az emlékirataikban, és hát a Széchenyiek közül a
az alapítónk fia, ugye Széchenyi István a naplójában is nagyon sokszor hivatkozik a tanulmánya útjain szerzett színházi tapasztalataira. Tehát a színházi járás az része volt a főnemesi életformának, és aztán a polgárosodó életformának is. Úgyhogy az alapító gyűjteményében, amikor 1802-ben ez a bizonyos országos múzeum és könyvtár létrejött, akkor már voltak 18. századból, 19. század elejéről származó úgynevezett argumentumok, amit ma műsorfüzetnek mondanánk, tehát egyes udvari színházi előadásokra vonatkozó papírdokumentumok, tehát leírások, hogy mit fognak látni, mi lesz a műsor, tehát milyen műsorszámok fognak következni. Az adott esetben mondjuk egy zenés darabnak a librettója, a szövege is szerepelt ezekben, vagy szerepelhetett, és természetesen az előadás körülményei, helyszíne, időpontja. És hát mint ilyen, az ő számukra ez egy ilyen napi dokumentum volt, használati példány tulajdonképpen. A mi számunkra pedig hát nagyon értékes dokumentum, egy olyan forrás, amiből nagyon sok információt tudunk szerezni az akkori színházi életről és az előadásokról. Ki volt az első, aki ezzel foglalkozott? Tudunk-e róla, aki akkor volt egy nagy gyűjtemény, minden volt benne, a múzeumi dolgoktól kezdve, a dokumentumok, kéziratokig, bármi, és valaki elkülönítette már akkor a színházzal kapcsolatos dokumentumokat? El nem különítették, viszont gyarapították. Tehát nagyon érdekes, hogy a 19. században, ugye már az alapító elhunyta után is egyébként, a könyvtár őrei egyrészt a saját érdeklődésük szerint is gyűjtötték, vagy gyarapították ezeket a dokumentumokat, tehát a színházra vonatkozó dokumentumokat. Másrészt pedig, mivel a romantikában és ebben a nemzeti felívelés korszakában a színháznak nagyon nagy jelentősége volt a nemzeti identitás kialakításában, új műfajok jöttek létre, egészen újfajta művészi eszközöket használtak a színházban, ezért felmerült az, hogy már csak a nemzeti vonatkozás miatt is fontos gyűjteni a színházra vonatkozó dokumentumokat. A színház az egy olyan művészeti ág, amelyiknek a terméke, hogy úgy mondjam, az külföldön úgy hívják, hogy performance, magyarul azt szoktuk mondani, hogy színjáték. Tehát ez maga a műalkotás, amit létrehoznak a színház csinálók, ezt nem lehet gyűjteni. Hát ezt nem lehet eltárolni a maga formájában. Igen, tehát valamilyen módon az arra vonatkozó dokumentumok megtalálhatók és összegyűjthetők, illetve emlékként marad meg a közönség és a színházi alkotóknak az emlékezetében. Nyilván az emlék és az emlékezés összefüggés rendszerében, ami hát nyilván nem tisztán vagy objektíven csak az előadásra vonatkozik, hanem mindenkinek a saját állapotában, a saját érzelmi helyzetében maradnak meg, vagy éppen felejtődnek el bizonyos dolgok. Tehát magát a műalkotást ebben az esetben nem tudjuk gyűjteni, ellentétben sok más tárgyi alkotás létrehozó művészettel, egészen a filmig. Úgyhogy egy ilyen gyűjtemény, mint a miénk, ami alapvetően papír dokumentumokat gyűjt, természetesen vannak nem papír alapú dokumentumaink is, nem tudja magát a műalkotást megmutatni a történetiségében, hanem a rávonatkozó dokumentumokat tudjuk összegyűjteni, és minél többet tudunk összegyűjteni, annál pontosabb képet lehet kapni utólag egy-egy előadásról, vagy egy intézményről, vagy éppen egy színház csinálóról, egy alkotóról, és hát el lehet odáig jutni tudományosan, hogy úgymond rekonstruálunk egy előadást, vagy rekonstruáljuk egy művésznek a pályáját, összeépítjük azt, hogy milyen információk alapján tudunk róla, hát mondhatnám, plasztikus élő képet alkotni. Említetted a Nemzeti Színházat, hogy mennyire fontos volt ebben az időszakban. Itt a színjátszásnak az intézményi struktúrájáról is beszéljünk egy kicsit, és azt el kell mondanom, hogy előtte mindig így picit egyeztetünk, elküldök szövegeket, hogy mikről szeretnék beszélgetni, és akkor jó dramaturg módjára, vagy segítő módjára beleírkáltál, például beleírtad, hogy a testszínház is, a mozgásszínház mellett mennyire fontos. Van-e olyan része ebbe a struktúrába, ami számodra nagyon fontos kivételesen? Igen, hát a színházi struktúra ugye az intézmény struktúra, és aztán van egy másik fajta lista tulajdonképpen, amelyik az előadás típusokat sorolja föl. Nekem nagyon fontos a Nemzeti Színház, ezzel elég sokat foglalkoztam, a disszertációmat is ilyen témából írtam annak idején, és
azt gondolom, hogy a magyar művelődés történetben a színház történet, tehát a színházi intézmény történet, az messzire kinyúlik a színház fogalmán túl is. Hát, hogyha belegondolunk, hogy mi történt 1848. március 15-én este, ezt mindenki tudja, anélkül, hogy a színházról egyébként lenne fogalma, vagy egyáltalán érdekelné. De mondjuk hogy a ugye aznap, igen, tehát, hogy aznap este ugye a nagy forradalmi felbozdulást követően megváltozott a műsora a Nemzeti Színháznak, és a korábban kitűzött francia, hát futottak még típusú darab helyett, azt kérték a tízek közül azok a néhányak, akik bementek a múzeumkertből dél körül a Nemzeti Színházba, Bajzához, azt kérték, hogy hát valami ünnepi műsor legyen, és lelkesítő, és így tovább, úgyhogy legyen a Bánkbán. Igazából a Bánkbán az nem egy nemzeti tragédia a Katona József féle változatban, de eddigre, tehát 1848-ra valóban eljutott arra a státuszra, hogy arról szólt már, amiről mi is gondoljuk, hogy szól, tehát hogy a magyaroknak az elnyomatás aluli felkeléséről és a zsarnokság lerázásáról, nem erről szól különben a Katona Bánkbánya, de ezt most hagyjuk is. Tehát ez egy státusz volt már addigra, hiszen 1839-től kezdve játszották a Nemzeti Színházban ezt a darabot. Szóval azt kérték, hogy legyen a Bánkbán. És hát lett a Bánkbán, elkezdték az előadást, ugye nagy telt ház volt, mindenki beáramlott a városból, a sétálók is ezen a tavaszi napon. Délutánra és estére elállt már az eső, ugye mi délelőtt még záporozott a múzeum kert elő, vagy múzeum előtti tömegre. Azért mondom, hogy nem kert, mert nem volt kerítése akkor még a múzeum épületének. Szóval elkezdődött az előadás, és kezdték játszani a színészek a jól ismert, az általuk már sorozatban játszott Bánkbánt. Igen, ám, de a második felvonás után újabb tömegek érkeztek a színházba, azok, akik Stancsicsot vagy Táncsics Mihályt kiszabadították Budán, azok visszaértek Pestre, és benyomultak, hogy úgy mondjam, a színházba. A sorok közé beálltak, az emeleteken az emberek helyet szorítottak nekik a székeken és a padokon, és hát ilyen nagy tömeg, akik ilyen nagyon lelkesen bemennek a színházba, nyilván egyébként nem művészeti, élvezeti célból, tulajdonképpen szétverték az előadást, szétzajongták, és nem lehetett folytatni. A királyné gyilkosság után lement a függöny, és utána pedig a közönség nemhogy nem mozdult ki a nézőtérről, hanem ott elkezdett maga a közönség énekelni. A királynét megölte Bánk, ez a Bánkbánban egy nagyon tragikus fordulat, innentől mindenki meg halálra van ítélve gyakorlatilag, aki eddig mozgott a színpadon, de a közönség ezt azon a napon, vagy azon az estén úgy tolmácsolta magának, hogy úgy kell felfogni, hogy meghalt a cselszövő. Tehát elkezdte énekelni a közönség a Hunyadinak a nagy kórusát. Aztán fölment a függöny, és az egész Nemzeti Színházi Társulat a kórussal együtt ott állt, és ők is kapcsolódtak a közönséghez, és aztán még további zeneszámok és kórusok hangzottak el, a himnusz is elhangzott első zenésítésben, a Egressy Béni megzenésítésében a nemzeti dal, ugye, amelyik aznapnak a legemblematikusabb új szövege volt. És hát tulajdonképpen a Bánkbánt nem játszották végig, tehát nem lehetett befejezni az előadást, de hát egy ilyen nagy gála kerekedett. Tulajdonképpen a színház csinálóknak az volt a célja, hogy mindenki sértetlenül tudjon kimenni a házból, tehát iszonyú tömeg volt, ugye meg túllépték a megengedett létszámot, és hát az volt a cél, hogy lelkesítsék, de egyúttal le is csendesítsék a tömeget, és ezért a kívánságaikat teljesítették, tehát többször elhangzott a Rákóczi induló, és hát más hasonló népénekek, és aztán szépen lassan eloszlott a tömeg, és hazament mindenki, és lefeküdtek aludni. Tehát akkor ez a polgári forradalom, ez így nézett ki, tehát nem történtek fegyveres összetűzések aznap esten, és viszont Petőfi nem ment el erre az előadásra. Hát igen, ez is egy nagyon szép történet. Petőfi a feleségével és Jókai Móriccal, aki az albérlőjük volt, a Dohány utcában lakott, tehát nagyon közel az akkori Nemzeti Színházhoz, ami a mai Asztóriánál állt, illetve a mai Rákóczi út és Múzeum körút sarkán. És Petőfi egész nap rohangászott, és elfáradt. Hát ő egy egész elég nyápic fiatalember volt, és tüdőbajos is, tehát olyan nagyon nem bírta ezt erővel. Meg különben is, ha tudta, hogy Jókai viszont a színházban lesz,
és hát valószínűleg örült, hogy kettesbe lehet a feleségével, ugye nincs otthon az albérlő, és akkor csak úgy megjegyezném, hogy ez történt március 15-én, és december 15-én született Debrecenben Petőfi Zoltán. Nyilván ugye tudjuk, hogy nem mindig születnek a babák pont 9 hónapra, de valószínű, ez pont annyi, de hogy azokban a napokban biztosan, azokban a napokban, azokban a lelkes forradalmi napokban készült a gyermek. De hogy aznap este nem volt otthon Jókai, az kb. Biztos. Tehát, hogy akkor mondjuk szabadon tudtak egymásra figyelni a fiatalok. Ugye egy évvel korábban, vagy nem is egészen egy évvel korábban volt az esküvőjük, hiszen igen, az igen. A bizonyos szeptember vége, az 1847 szeptemberében volt, és Kolton született a vers, ahol valóban ott a kastélyban ma is látható az a szoba, ahol a hálószobájuk volt, és onnan a kilátás valóban elvisz minket a havasok irányába. Tehát az ennyire lehet hinni egyébként Petőfinek, tehát nagyon. Tehát mindig azt szoktuk gondolni, hogy a nagy költők és a nagy művészek azok a mondjuk a valóságot és az igazságot a hatás kedvéért elformálják, mondhatnám, eltorzítják, nem mondom azt, hogy hazudnak, de néha azt gondoljuk, hogy hát biztos nem is így van. És akkor felhívom a figyelmet, hogy de igen, úgy van. Tehát, hogy azért annyira nem szándékoznak megváltoztatni a valóságot, igen, hanem kiemelnek belőle dolgokat. Azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy a művészet az úgy működik, mint az ottó motor. Ez tulajdonképpen most már nagyon sokáig nem lehet mondani, mert egy idő után az emberek már nem fognak emlékezni, hogy hogy működött az ottó motor, de talán most még az utolsó pillanat, hogy ezt a hasonlatot ki lehet fejteni. Ugye az ottó motor 4 fázisban működik, van a beszívás, a sűrítés, a robbanás és a kipufogás. És a művészet az körülbelül ugyanezt csinálja, beszívja a valóságból azokat az elemeket, amiket fel akar használni, válogatva, és aztán sűrít, és aztán a robbanás az tulajdonképpen az maga a hatás, amit a közönségre gyakorol, ezt ugye a görögök úgy mondták, hogy egész elmehetünk a katharzisig, tehát a megtisztulásig. Nem minden esetben történik meg ez, de azért általában egy műalkotással szembesülve szokott velünk valami történni. Tehát valami érzelmileg megmozdul, felidéződik a saját életünk, vagy a vágyaink, vagy valami ilyesmi, tehát van hatása egy műalkotásnak. A kipufogás ebben az esetben magára a közönségre vonatkozik, tehát ez a feldolgozás a művészi élménynek, és hát tulajdonképpen az a cél, hogy minél jobb legyen a robbanás, tehát minél hatékonyabb legyen, nagyobb hatásfokú legyen a működés. Most már ezt leginkább azt gondoljuk, hogy elektromotorral lehet elérni, vagy most már hidrogén táplálásúval, vagy ilyesmi. Majd akkor ki kell találnom egy új képet az újabb diákoknak, akik majd azt is fogják érteni. Rossz párhozam el a posztdramatikus színnel, de mégis a bánkbára kicsit visszatekintve, azt is szétverték, az is lehet egy kicsit hasonló az egészhez, hogy be van vonva a közönség, és egyszerűen elindul a darab, amerre a közönség akarja. Hát igen, a közönség mindig visszahat az előadásra. De mindig rögtön, azonnal. Igen, de ott is, a helyszínen is. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a színházban az a varázs, minden más művészi eszközön túl, hogy jelen van a közönség. Térben, időben egyszerre van jelen az alkotó gárda, a mű maga, mert csak ott időlegesen tárgyasul, ahogy tudományosan megfogalmazunk, és ott van a közönség is. Most, amikor a pandémia zajlott, akkor mindenki harcolt azért, hogy életben maradjon, tehát hogy legyen jövedelme például, és a színházak ugye azt csinálták, hogy megpróbálták használni a technikát, és annak a közvetítésével elérni a közönséget. Hát úgy sikerült, ahogy sikerült. Nem azóta olyan. Is használunk ilyen megoldásokat, tehát a streamet, vagy hát az élőkamerás felvételeket, stb., de igazándiból azt az egyet nem lehetett pótolni semmi módon, hogy ez a bizonyos jelenlét, ez mind a két irányba hasson és működjön. Tehát ha fönn vagy a színpadon, akkor is érzed, hogy ott, ha nem is látod a fény miatt, de érzed, hogy ott van a közönség, tudsz reagálni az ő reakcióikra. Ettől megváltozhat az előadásnak a tempója, az, hogy éppen milyen hangulat van a nézőtéren, az visszahat a színpadra is. Nyilván persze a színpad a feladó, tehát hogy ott onnan indul a kezdeményezés, de a közönség reakciója nélkül szinte nem működik a dolog. Úgyhogy ez nagyon fontos a modern színjátszás esetében is, hogy ne felejtsük el, hogy a néző nélkül nincsen színház.
Még nem hagyom ezt a színházás intézmény struktúráját, azért elmondom, hogy népszínház, művészszínházak, alternatív színházak, gyermek- és ifjúsági színház, zenés színház, mozgás- és tesztszínház, bábjátszás, tánc- és cirkuszművészet, kabaré, és az amatőr mozgalom, és kérlek, én most az amatőr mozgalomban nem... nem rád lőcsölöm a választáson, én mondom, hogy amatőr mozgalomról szeretnék hallani. Okay. Ezeket azért soroltam föl, mert egyrészt intézménytípusok, másrészt pedig a hivatásosságnak bizonyos színjáték vagy színházi típusairól van szó. És mindig az a kérdés, hogy mit is gyűjtünk például, vagy mit tanulmányozunk, azt-e, ami jól van dokumentálva, mint például egy nemzeti színház, vagy egy nagy városi színház, mondjuk a Vígszínház, vagy ilyenek, vagy pedig a színjátszással kezdünk foglalkozni, aminek viszont az alapja nagyon széles, de rosszul van dokumentálva. Tehát ugye egy amatőr együttes az nem arra, nem is figyel arra, még annyira sem, mint a hivatásosok, hogy megőrizze a dokumentumokat, vagy hogy egyáltalán készüljenek dokumentumok. És hát a profizmusnak ez is egy jellegzetessége, hogy a saját tevékenységünket megfelelően módon úgymond adminisztráljuk, vagy dokumentáljuk. Úgyhogy a gyűjteményekben is ez a probléma sokszor, hogy a teljes színházi spektrumról nincsen igazi arányos kép. Tehát a közönségnek egy jelentős része, és a színház csinálók jelentős része amatőrből indul. Nálunk is, bár nem, Magyarország nem igazán ennek az öntevékenységnek a bölcsője, hanem de nálunk is voltak, és vannak olyan időszakok, amikor az öntevékenységből, vagy a diák színjátszásból viszonylag könnyű a profizmus felé az út. Elsősorban mondjuk az 1970-es években volt egy ilyen nagy hullám, a zenében is, a képzőművészetben és a színházban is, hogy teljesen amatőrök, vagyis ugye ez egy gyönyörű magyar szó van rá, azt úgy hívjuk, hogy műkedvelő. Tehát, hogy a műkedvelő lelkesedésből nagyon magas színvonalú produkciók születtek, és utána, hogyha ezek az emberek profi színházi közegbe kerültek, mondjuk a színházcsinálók, vagy éppen profi zenei környezetbe, akkor tényleg egy nagy lelkesedéssel meg tudták termékenyíteni ugye a mesterséget jól tudó és magas színvonalon képzett alkotókat, vagy az alkotóknak a munkáját. Úgyhogy ez egy nagyon fontos, vagy ezek az időszakok nagyon fontosak, ami tulajdonképpen vérfrissítést jelent a minden művészeti ágban. És aztán vannak olyan időszakok, amikor ugye a vérprofizmus kell, tehát egy nagyon magas színvonalú mesterségbeli tudás kell, hogy párosuljon a tehetséghez, és akkor lehet nagyon magas színvonalú, azt mondom, világszínvonalú produkciókat létrehozni. A két dolog egyáltalán nem zárja ki egymást, sőt, valami módon egyensúlyban kellene lennie. De sajnos azt kell mondanom a gyűjteményt illetve, hogy itt baj van, mert az amatőr mozgalmakat nem nagyon lehet dokumentálni. Ha belegondolunk mondjuk a magyarországi bábjátszás történetébe, itt tulajdonképpen csak az 1960-as évektől kezdve beszélhetünk profi vagy hivatásos bábjátszásról és bábszínházakról. A képzés az meg még később indult, külföldön már akkor volt képzés, tehát voltak igazi profik a bábszínházban a 60-as években, akik már külföldön bábjátszást tanultak, és bábdramaturgiát. De előtte sok évszázadon keresztül, ugye családi bábszínházak voltak, aztán amatőr, tehát az óvodából kinövő bábszínházak, amelyeknek a szakmai háttere és a szakmai képzése nem volt biztosítva. És mégis azt kell mondani, hogy évszázadokon keresztül nagyon magas színvonalú bábjátszás folyt, ugye Kemény Henrikre gondolhatunk, akinek az egész korábbi családja, tehát a felmenői Korngoldok. Tepsi. A palacsintasütős. Igen. Már a 18. századtól, illetve konkrétan a Korngold család a 19. századtól játszott ezt a bizonyos vásári bábjátéktípust. Maguk faragták a bábokat, Kemény Henrik is, Henninek hívtunk, és egy csodálatosan kedélyes ember volt, miközben a saját munkáját iszonyatos elszántsággal és nagyon magas színvonalon művelte. És akkor azt kell mondani, így történetileg visszatekintve, hogy hát most mindegy, hogy amatőr vagy profinak nevezzük ezeket a dolgokat, a színvonal az érdekes. És mondom, az 1970-es években az úgynevezett amatőr mozgalom nagyon magas színvonalon teljesítette a színpadi művészeteknek mindegyik területén, és ma is nagyon jelentős az, hogy a fiatalokat be tudjuk vonni már mondjuk gyerekkorukban, vagy fiatal felnőtt korukban az amatőr mozgalomba,
és közülük néhányan nyilván aztán utat vesznek a profizmus felé, mások viszont továbbadják ezt a fajta amatőr lelkesedést és amatőr tudást, mondom, zenében is, képzőművészetben, színházban, táncban, és így tovább. Úgyhogy én azt gondolom, ez fontos, hogy ezt az egyensúlyt lássuk, hogy nem csak nemzeti színház van, és nem csak hivatásos nagy színházak, meg nem csak hivatásos színészképzés van, hanem itt egy nagyon széles bázisa van a színháznak. Azt szoktuk mondani, hogy valójában a közönség csinálja a színházat, nem a színház csinálók. Mai digitális világban, egy nagyobb technológiai fejlődésben azt gondolnám, hogy ha most alakítok egy amatőr mozgalmat, akkor egyből felrakom a YouTube-ra, vagy az Instára, vagy ide-oda, akkor kedvező helyzetben vannak a kutatók. Jelentős most ez a kortárs amatőr mozgalom 2023-ban? Van. Visszatért, tehát a rendszerváltozás után ez a műkedvelés, illetve az öntevékenység az elég nagy, magas hullámban feltámadt újra. Aztán általában anyagi okokra hivatkozva kicsit visszaszorul, vagy illetve hát most ugye volt ez a bezárkózás, ami minden ilyen együttesnek a működését megakadályozta, mert nem, hogy előadásokat nem lehetett tartani, de próbákat sem, tehát egy bizonyos létszám fölött ugye nem lehetett összegyűlni. Úgyhogy ezek az együttesek nagyon megszenvedték ezt az időszakot, hiszen ők egyébként ugye nem az anyagi bevételrel játszanak, tehát nem az előadások elmaradása volt az elsődleges probléma, hanem a próbák elmaradása, a közös munkának az elmaradása. De talán magához tér majd ez a széna is, nem tudom igazándiból, mert még fáj. Tehát én énekelek egy amatőr kórusban, és látom, hogy ez még mennyire nem tért vissza az eredeti kerékvágásba a munka. Meglátjuk, hogy mennyi ez az utórezgés, meddig tart. A profik ugye hamarabb vissza kell, hogy térjenek a saját tempójukhoz, mert különben éhen halnak. De az amatőr mozgalomnak ez pont a széles bázis miatt valószínűleg több idő kell ahhoz, hogy magához térjen. És aztán majd meglátjuk. Az az igazság, hogy engem mindig frusztrál az, hogy a fiatalokat, a gyerekeket is ugye tekintve, nekik nincs annyi idejük, mint nekünk. Tehát egy gyerek azért, ha mondjuk 10 éves korában nem kapja meg azt, amit 10 éves korban meg kell kapni, és nem tudja csinálni azt, az 13-14 éves korában már nem ott fog tartani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a kiesések, ezek a bezárkózások és belassulások, ezek az a fiataloknak tesznek nagyon nagy kárt, vagy az ő életükben. Ugye beszéltem arról a diákjaimmal, akik ugye általában ilyen 18-20 évesek, amikor találkozom velük először az egyetemen, hogy 3 olyan korosztály van, és ez szerintem nagyon fontos belegondolnunk nekünk, felnőtt öregeknek, hogy 3 olyan korosztály van, akiket gajra vágott ez a pandémia és a bezárkózás. Az egyik azok az a korosztály, akik most fiatal egyetemisták, fiatal felnőttek, akiknek olyan körülmények között kellett érettségizni ők, ahogyan soha korábban itt, és itt nem is a vizsgáról van szó, mert az kit érdekel, hanem arról, hogy az utolsó 1 vagy 2 középiskolás évükben nem tudtak bandázni. Tehát nem tudtak a saját korosztályos közösségükben létezni és tanulni, mert hogy akkor már pont arra volna szükségük. Nem tudtak színházba járni sem. Például színházba se tudtak járni együtt, vagy koncertekre nem tudtak járni együtt, nem tudtak bulizni eleget. Az, hogy hogyan érettségiztek, az innentől kezdve teljesen mindegy lesz különben, hanem ez a korosztályos összetartás hiányzott az ő életükből, és ez látszik most már, akik már most ilyen 20 évesek, hogy ott vannak lukak az ő életrajzukban, hogy őrként idézem. A másik korosztály azok, akik ebben a néhány évben kezdték el az iskolát, tehát ilyen 5-6-7-8 évesek voltak, amikor lecsapott ez a járvány, és nekik távban kellett volna az első lépéseket megtenniük, és megtanulniuk az írást, olvasást, az alapvető műveleteket, és nem arról van szó, hogy a szülők nem elég jók ebben, mert hát eddig régen is, évezredeken keresztül is a szülők tanították meg a gyerekeiket az alapokra, de online ez nem működik. Én attól tartok, és ez persze durva szó lesz most, amit most fogok mondani, hogy azok a gyerekek, akik ebben a néhány évben kezdték az iskolát, ezek analfabéták lesznek. Nem a szónak a direkt értelmében, hanem hogy nem fogják tudni rendesen használni ezeket az alapkészségeket. Sokkal jobban kell rájuk most figyelni, hogy pótoljuk a hiányosságokat, mert később már nem lehet pótolni, tehát ha eltelik 5-6 év, és már ők is 15 évesek, akkor már késő.
És a harmadik korosztály azok, akik most születtek. Megint egy nagyon durva szót fogok használni, ők autisták lesznek, nem a szónak a idegrendszeri értelmében, hanem hogy képzeljük el azt a kisgyereket, aki megszületik, az, megszületett mondjuk 1900, no tessék, a történész. Tehát 2020-ban és azóta, hogy az első néhány hónapjában minden gyerek a saját családját nézi, ugye az ő arcukat ismeri föl, otthon remélhetőleg nem, vagy csak ritkán hordtunk maszkot. Tehát ez odáig rendben van. De amikor elkezd szocializálódni, tehát elmúlt fél éves a gyerek, kivisztük a tömegbe, és akkor csak maszkos embereket látott, maszkos arcokat. A maszk fölött mi megismerjük a szem által közvetített érzelmeket. Ő nem, mert még nincsen ilyen tapasztalata. Ugye az autizmus az többek között azt jelenti, hogy az érzelmeket nem tudja felismerni, és nem tudja használni, nem tudja kifejezni. Hát ez körülbelül olyan, amikor maszkon keresztül neveljük fel az első két évében a gyermeket. Úgyhogy őrájuk is nagyon kell figyelni, hogy ezeket a szociális készségeket ki kell bennük fejleszteni, segíteni kell nekik, hogy behozzák ezt a lemaradást, mert ha nem, akkor óriási baj lesz, és akkor ha elképzeljük majd, amikor ők lesznek szülők, nem fogják tudni átadni ezt a gyerekeiknek. Tehát itt ez a probléma, hogy egy-egy ilyen kiesés a felnőttek életében az, hogy egy-két év kimarad, vagy más csinálunk éppen, mint amit szeretnénk, az túléljük. Igen. Ezek a korosztályok nagyon megszenvedik, és hát kezelni kell őket, hogy úgy mondjam, tehát figyelni kell, hogy mi történik velük, mi hiányzik az ő tapasztalataik közül, mert hogyha most nem figyelünk oda, akkor ez örökre hiányozni fog. A drámapedagógia segít ebben? Abszolút segít. Ami a színházakból ered? Igen. Hát nem a színházakból ered. Na, akkor ezt kivágjuk. De nem kell kivágnunk, hanem hogy itt erről szól a történet, hogy a drámapedagógia az egy oktatási módszertan. Mindent lehet drámapedagógiai módszerrel tanítani, matekot is. Tehát nem csak irodalmat vagy színházat, tehát ez nem színházi képzés a gyerekeknek tulajdonképpen, hanem egy olyan módszer, ami a saját tapasztalatnak az alkalmazására neveli a gyerekeket. Mindent ki kell próbálniuk, mint ahogy egyébként egy normális gyerek úgy tanulja meg a világot az első néhány esztendejében, hogy mindent megfog, megtapogat, megnyalogat, megharabdál, és akkor úgy megismeri, hogy az mi ennek az anyagok, hogyan működik az ajtó, és akkor becsukja az ujját, és így tovább. Tehát ki kell próbálni a dolgokat, és egy darabig ezt úgy óvjuk a gyerekeket, de aztán rájövünk, hogy hagyni kell leesni, hagyni kell beszorulni az ujját valahova, és így tovább, mert különben nem fogja megtanulni. Tehát ha mindig rászólunk, hogy ne csinálja, akkor nem fogja csinálni, de nem is fogja megtanulni. Ugyanezt történik, amikor mondjuk már iskoláskorú gyerekekkel kezdünk foglalkozni, és megpróbáljuk megtanítani nekik a világot, ismereteket akarunk átadni, azt is úgy érdemes, vagy úgy lesz hasznos és hatékony, hogyha meg tudják tapasztalni. Hát mindenki emlékszik azokra nagyon jó tapasztalatokra, amikor kémiai, meg fizikai kísérleteket végeztünk, az mennyire megmarad az emlékezetünkben, amikor ugye ezt meg kell olvasmány útján, vagy ugye tanár előadása alapján tanulni, akkor úgy rögtön kiesik a lukakon a fejünkből, és akkor legfeljebb a vizsgáig tudjuk, aztán utána soha többet. Tehát a drámapedagógia segít minden ismeretnek az elmélyítésében saját tapasztalat útján, és hát nem mellesleg az önismeretben. Tehát amikor a gyerekekkel drámapedagógiai gyakorlatokat végzünk, vagy felnőttekkel akár, akkor saját magukat is jobban megismerik. Ez mindig közösségi tevékenység, tehát ez nem egy olyan pszichológiai módszer, hogy lefekszik a delikvens az ágyra és beszélget a pszichológussal, vagy nem fekszik le, hanem ez mindig közösségi tevékenység. És akkor az embernek saját magán, a saját határait kell megismernie, adott esetben akár ki is tágítania, meg megismerje a másikat is, hogy a többiek hogy működnek, mit csinálnak, hogy a többiek nem én vagyok, ők nem pont azt fogják csinálni, amit én szoktam. És igazából egy drámapedagógiai módszert használó tanár vagy pedagógus sokkal kevésbé fontos, mint a gyerek maga. Tehát nem az az érdekes, hogy én mit tudok, vagy én mit akarok, hanem hogy oda kell adni nekik a feladatot, és akkor majd ők jól megcsinálják. És ezért az értékelés is egész más, mint ez a bizonyos boroszos módszer, amit ugye sajnos mindannyian megtanultunk, vagy megszoktunk, hanem az is egy ilyen belső értékelésé válik, ami szerintem szintén sokkal fontosabb és sokkal eredményesebb, mint bármilyen külső, nem tudom,
pontozás vagy osztályzás. Úgyhogy én azért szerettem magam is a drámapedagógiát használni, és most nagyon örültem, amikor kiderült, hogy a következő tanévtől most megint fogok drámapedagógiát tanítani pedagógus jelölteknek, tehát a módszert megpróbálom átadni. Nyilván sokat fogunk játszani a felnőtt hallgatókkal, de nekik is saját tapasztalatot kell szerezni arról, hogy egy ilyen módszer az hogyan működtethető. A Széchenyi Könyvtár gyűjteménye 16 éves kortól már használható, tehát érdemes fiatalkorúként is már bejönni a színháztörténeti tárba akár, ami már zene, műtár és színháztörténeti tár. Menjünk kicsit vissza a gyűjteményre, hogy 1949 óta van maga, amikor ez elkülönülten. De ez nem azt jelenti, hogy aki bejön ide, akkor a 49 utánival tud csak találkozni. Mi volt ez a pont 1949-ben, amikor megalakult maga a gyűjtemény? 1949-ben több intézményt hoztak létre országosan, olyanokat, amelyek a színházzal foglalkoznak. Ennek az volt az előzménye, hogy már a 20. század elejétől külföldön, elsősorban Németországban a színháztudomány nagyon gyorsan kezdett fejlődni, és ez a bizonyos forráskutatás, tehát hogy kellettek a dokumentumok és azoknak a feltárása és akár könyvtári feldolgozása vagy levéltári feldolgozása ahhoz, hogy a színháztudósok, mind az elméletészek, mind a történészek valami értelmes következtetésekre tudjanak jutni a múltnak a színházáról. És Magyarországon is elkezdődik a színház történeti kutatás, már a 19. század végén egyébként Bayer József volt az, aki az első nagy színház történészünk volt. Itt is működött az ott Széchenyi Könyvtárban egyébként, illetve az Országos Könyvtárban. És aztán a 20. század elején nagyon sok bölcsész, tehát akik az irodalom felől jöttek, és nagyon sok színház csináló, akik a színházi gyakorlatot is jól ismerték, kezdett azzal foglalkozni, hogy feltárja a magyar színház történeti múltnak a dokumentumait. Ilyenek voltak például Pukászkiné Kádár Jolán, aki ugye bölcsész volt, és illetve mondjuk Németh Antal, aki a többek között a Nemzeti Színház direktora is volt egy ideig. Tehát, hogy felmerült a szakmai igény a tudományosság oldaláról, hogy ezek a dokumentumok, ezek hozzáférhetők legyenek, és lehetőleg hát valamilyen közös kezelés alá kerüljenek. Úgyhogy amikor a zeneműtár önállósult a 20. század elején, akkor már felmerült, hogy is kellene egy színháztörténeti gyűjtemény is, de akkor különböző okok miatt erre nem került sor. Én szerintem az egyik ok például az volt, hogy ez egy nagyon szerte ágazó gyűjtemény. Erre majd térjünk vissza, hogy ez mennyire ágazik szerte. Nagyon jó szó. És aztán ez a 49, ez pedig úgy következett el, hogy 1945-ben a Nemzeti Színház élén ugye igazgatóváltás történt, és Major Tamás lett a direktor, és 45-ben, illetve az ostrom alatt, tehát 44 telén a Nemzeti Színház épülete, ami akkor a Blaha Lujza téren álló népszínház volt, megsérült, illetve már a háború alatt, a háborús években kivitték a színháznak a könyvtárát és múzeumát az Emke házba, ami ugye az oldalánál volt, de ott igen, tehát szintén a mai Blaha Lujza térnek az egyik sarka volt, és a Nagykörúton, és ott voltak ezek a dokumentumok. Ugye egy színháznak a könyvtára a szövegkönyvekből áll elsősorban, és az irattára az meg ugye az intézményi működésre vonatkozó anyagokat tartalmazott, de mivel a Nemzeti Színház mindig kitüntetett szerepet játszott, és értelemszerűen játszik ma is a színházi struktúrában, az egész művelődésünkben, ezért ennek a múzeumnak ugye vannak tárgyi anyagai is, tehát vannak festmények, voltak szobrok, és így tovább. És 1937-ben, amikor 100 éves alapítását is ünnepelte a Nemzeti Színház, akkor volt egy nagy kiállítás. Erről vannak fényképeink, tehát a kiállításról magáról, tehát tudtuk, hogy mik voltak ebben a múzeumban, vagy mik voltak ennek az anyagában. És ez lakott, úgymond, az Emkeházban a háborús években, illetve a 45-ben. És Major azt mondta, hogy ez nagyon veszélyeztetett. Fogta az egész hóbelevancot, tehát az 1837-től a Nemzeti Színház archívumában tartozó dokumentumokat, és felrakták több teherautóra, és a Blaha Lujza tértől az teherautókkal elvitték a múzeum épületébe, ahol akkor a Nemzeti Könyvtár is volt. Tehát nem volt hosszú az út, de oda elvitték. A Nemzeti Múzeum épület egyébként nem sérült meg nagyon a háború alatt, az ostrom alatt, úgyhogy ott nem kellett különösebb renoválást végezni. A Nemzeti Színház épületén kellett
ugye romokat eltakarítani, és hát javítgatni, és nem akarta veszélyeztetni ezt az anyagot major, úgyhogy mondta, hogy akkor ő ezt átadja a Nemzeti Könyvtárnak. És ez történt 45-ben, illetve utána tehát hozták a holmit a múzeum épületébe, és akkor fölmerült az, hogy akkor ezt külön kéne kezelni. Tehát valójában az addig összegyűlt színház történeti anyag az a nagy gyűjteményben volt, tehát a törzsgyűjteményben, és onnan a kutatók úgymond válogatták le azt, amivel ők szerettek volna foglalkozni, és 45 után ennek a nemzeti színházi anyagnak az alapján jött létre a színháztörténeti gyűjtemény, színháztörténeti osztály először, és aztán színháztörténeti tár. És utána pedig indult egy olyan nagy munka a könyvtáron belül, hogy leválogatás a törzsgyűjteményből, a kisnyomtatványtárból és sok minden más gyűjteményből, és kialakították azt a munkatársak azokat a konkordancia összefüggéseket, illetve ezt le is írták, hogy a Széchenyi Könyvtár gyűjteményében még milyen színházi érdekű dokumentumok vannak másik gyűjteményekben, például a kézirattárban, ahol ugye a személyi fondok vannak például, a színházi alkotók személyi fondjai is, éppen azért, mert hogy fondokat, vagy hagyatékokat nem bontunk meg, tehát ott az nem lett szétdobálva, vagy szétosztva. Illetve a törzsgyűjteményben nagyon sok minden oda került be, akár hagyatéki úton, akár pedig hát ugye az 50-es években különböző más gyűjtemények beolvasztásával, és ott is tudjuk, hogy mi van ott, és mi van nálunk, és mi van például az szintén 1949-ben létrehozott Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben, ugye ez a mai neve, szintén több variáció volt korábban. Tehát, hogy itt vannak olyan gyűjtemények és olyan összefüggések, amikben a tudósok és a kutatók teljesen tisztában vannak, úgyhogy ha valakit bármilyen kérdés érdekel, jöhet hozzánk, vagy mehet bárhova, máshova, pontos felvilágosítást fog arról kapni, hogy milyen dokumentumot hol talál meg. Azért megjegyzem, hogy a Széchenyi Könyvtár Színház történeti gyűjteménye a legnagyobb. Tehát ez a legnagyobb magyarországi színházi dokumentumgyűjtemény. Hát, hogyha itt számokat kellene mondani, hogy jól hallatszódjon, hogy ez mekkora nagy, akkor azt mondanám, hogy a teljes gyűjtemény, a részgyűjtemények összegzésével nagyságrendileg ilyen 800 ezer és 1 millió 100 ezer közötti dokumentumot tartalmaz. Ennek a feldolgozása, könyvtári feldolgozása és tudományos feldolgozása gyakorlatilag meghaladja az erőnket, és ezért általában valamilyen kisebb tematikus rész az, ami előkerül. Ez ugyanakkor mégiscsak átláthatóvá teszi a dolgokat, mert hogyha van egy téma, van egy nagy évforduló, mint ahogy most például ugye Madács évforduló is van, és az ember tragédiájának is szeptemberben a bemutatójának is. Amit nem is egy színdarab. Hát igen, arról nem is beszélve. Tehát, hogy annak is évfordulója lesz, tehát ilyenkor koncentrálunk arra, hogy az ide vonatkozó dokumentumokat a lehetőleg jobban meg tudjuk mutatni, és hát ehhez használjuk természetesen a könyvtárnak a szakmai infrastruktúráját, tehát a restaurátorok, a kötészet és a digitalizáló műhelyeknek, a műhelynek a munkatársainak a munkáját is, mert hogy egy könyvtárban az a jó, hogy mindenre van szakember, és nem kell önellátónak lenni, de hogy ezek az együttműködések tényleg lehetővé teszik azt, hogy hozzáférhető legyen a gyűjtemény, hogy kívülről is jobban látszódjon adott pillanatban, de mi tudjuk belülről, hogy nagyon sok munka van vele. Tehát, hogy ez nagyon izgalmas, és ugye mondtam ezt a két fogalmat már még az elején, hogy forrástípus és dokumentumtípus. Ugye a tudós, a színház történész azt mondja, hogy forrástípusokat keresek, és az alapján tudom rekonstruálni, vagy végig gondolni történetileg, hogy milyen változási folyamat zajlott le a színház életében, vagy a színjátékban. A könyvtáros azt pedig azt mondja, hogy dokumentumtípus, és hát rettentő izgalmas, ugye a színház történeti gyűjtemény az a Széchenyi Könyvtárnak az egyetlen tematikus gyűjteménye. Ez azt jelenti, hogy nem dokumentum típus szerint van a gyűjtés, hanem a színházra való vonatkozásokán. De ugyanakkor, amiről szintén már beszéltünk, hogy nagyon sokféle, tehát a színház fogalom az nagyon kiterjedt, tehát eljutunk egész a cirkuszig, a kabaréig, a zenés színjátékig, a mozgás színjátékig, mindenig is,
És hát természetesen az irodalom felé is van kitekintés, mert van dráma szöveg is, aztán van a színjáték szöveg, de ezt most, ebben most nem menjünk bele, hogy ez nem ugyanaz, de mondjuk így. És azt kell mondanom, hogy ahhoz, hogy lefedjük, hogy mondjam, ezt a széles területet, ehhez eléggé pontosan kell tudnunk rendszerezni a gyűjteményt. És hát van ugye a szövegkönyvtárunk, van a kis nyomtatványoknak a gyűjteménye, színlapok és apró nyomtatványok, aztán ugye van a színházi kézirat és irattár, és a képi dokumentáció, ami hát rettentő népszerű is amúgy, és hát nagyon izgalmas, és ehhez már nem elég egy színháztörténész, és nem elég egy könyvtáros, hanem művészettörténészre van szükség annak a tudására. Tehát vannak a díszletjelmeztervek, vannak a metszetek, a grafikák, és vannak a fényképek, amik hát most ugye nagyságrendileg 200 000 fotó van csak a színháztörténeti gyűjteményben, ami most már nem nagyobb, de eleinte nagyobb volt, mint a fotótárnak a gyűjteménye. Tehát amikor a fotótárat létrehozták 2007-ben, akkor még nekik kevesebb fényképük volt, mint nekünk, de nyilván ez inkább műfaji kérdés. És minden gyűjteménnyel együtt működünk, a kézirattárral is, a fotótárral is, ugye a mozgóképi anyagot mi nem gyűjtjük, hanem akkor, hogyha mégiscsak egy hagyatékkal bejön, és nem tudjuk úgymond lepasszolni, akkor azt pedig a videótár gyűjti. Tehát ezeket az összefüggéseket megpróbáljuk használni a könyvtáron belül, ugye ez igen, hát ezeknek a hálózatoknak az alkalmazása az, hogy hagyatékra folyik. Rá is ugranék, bocsánat. Hogy igen, és vannak a hagyatékaink. Gábor Miklós hagyatéka is pár éve került ide, ilyenkor igen. A kutató, a történész, ilyenkor nézi a dobozt, amire tudja, ugye a Gábor Miklós hagyatékát nem lehet egy ideig, mindjárt elmondod, meddig kinyitni a dobozt, ilyenkor mindig nézel a dobozt, és akkor várakozol, hogy mikor jár az idő. Itt jön a könyvtáros, tehát nem. Tehát ugye az úgy érkezett be a gyűjteménybe a Gábor Miklós kéziratos hagyatéka, ami naplókat és levelezést és jegyzeteket tartalmaz, hogy a lánya hozta be az első adagot, ami nála volt, mert amikor 1998-ban meghalt az édesapja, akkor valami miatt a Gábor Miklós, aki egyébként nagyon okos ember volt, és mégis azt mondta, hogy 50 évig senki nem kutathatja. Ugye amikor otthon van a valakinél ez a cucc, akkor nem kutatja senki, meg ott bent van a sifonérbe, aztán kezi csokolom, de hát azért a Gábor Juli tudja, hogy mit kell kezdeni egy hagyatékkal és a dokumentumokkal, meg hát nem biztos, hogy az ember lánya 50 évvel túléli az apját, ugye ilyen is van, hogy esetleg nem, és ezért hozta el hozzánk. De mivel a végrendeletben ez szerepel, hogy nem kutatható, nem is olvasható el, ezért ez zárt anyagként került be a gyűjteménybe, de ugye a könyvtáros nem teheti meg azt, hogy a veszélyeztetett anyagot, a papírt, azt ugye úgy hagyja, hogy van. De ezt is áttettük a boros dobozokban érkezett, boros papír dobozokban, ami nagyon jó, csak nem savmentes. Úgyhogy rögtön áttették, illetve a kollégáink csináltak megfelelő méretű és számú dobozt hozzá. És aztán hát ugye nagyon fontos volt az, hogy egyáltalán megszámoljuk, hogy hány darab micsoda van benne, anélkül, hogy ugye elolvasnánk. Nyilván hát ugye megnézzük az évszámot rajta, meg ilyesmit, tehát egyszerűen a regisztrálás kedvéért. És akkor megállapítottuk, hogy 1947-től kezdődő jegyzetfüzetek, határidőnaplók, különféle noteszek, stb. Van ebben az anyagban, amelyeknek egy része, talán mindenkinek van otthon is ilyenje, PVC borítású. Ami, hogyha elég régóta ott áll, vagy éppen meleg helyen van, vagy napfény éri, akkor széjjel olvad, és ráolvad a papírra, tönkreteivel azt, és teljesen használhatatlanná téve, tehát mehetne a kukába úgy, ahogy van. Tehát ezt megakadályozandó, rögtön összebútoroztuk a restaurátorokkal, hogy ezt valahogy le kell róla operálni. Tehát ezeket a PVC, rettentő veszélyes PVC cuccokat, vagy az adott esetben már rozsdásodó kapcsokat és ilyeneket, ezeket ki kellett szedni, illetve úgy becsomagolni az egyes naplókat, hogy például ezek a borítók, ezek ne okozzanak károsodást az anyagban, mert ugye 1998-tól 50 év, hát az még, mondjuk a fele már eltelt, de hát akkor is még van vissza. Úgyhogy azt csináltuk, hogy szám szerint, évszám szerint regisztráltuk a dokumentumokat, de nem írtuk le, mert hogy nem olvashatjuk el, hogy hánytól hányig, melyik füzetben vannak a bejegyzések. Megpróbáltuk állományvédelmileg biztosítani az állapotukat, és rá van írva, hogy 5 évenként ellenőrizni kell az állapotát a papíranyagnak.
Ja, és akkor utána, akkor egyik évben bejött a Gábor Julitól ez az anyag, és akkor utána egy-két évvel később, vagy másfél évvel később meghalt Vas Éva, aki Gábor Miklós özvegye volt, és ami nála volt ugyanehhez az anyaghoz kapcsolódó dokumentumok, fejezések, azok is bekerültek. Tehát így most azt mondom, hogy teljes. Igen, tehát ugyanez történt, de most ez egyesítve van, ez a két anyagrész, természetesen feltüntetve, hogy mikor, honnan, hány darab, micsoda jött be. Tehát a dobozok azok fel vannak címkézve az szerint, hogy melyik része volt a családi hagyatékban, de hogy ez így majd kutatható lesz. Nekem az volt a félelmem, és ezért mondtam egy nem nagyon hízelgő megjegyzés Gábor Miklósra akkor, hogy ki lesz az, aki az ő halála után 50 évvel még fogja tudni, hogy miről van szó. Ő nyilván azért akarta, hogy ne kerüljön nyilvánosságra ne kerüljenek nyilvánosságra ezek a feljegyzések, mert személyes, mondhatnám érzékeny adatok vannak bennük. Ami Gábor Miklós életében még ugye neki is kínos lett volna, hogyha mondjuk kiderül, hogy kiről, mikor, mit írt le. Milyen élménye volt kiről? Hát igen, ugye egyébként ő maga sok mindent könyvén szerkesztett ezekből a feljegyzésekből, ugye ismerjük 3-4 kötetet is kiadott a 90-es években, de hogy azt gondolta, hogy ezek a többiek azok magán természetű feljegyzések, csak hát a történettudomány is ugye úgy működik, hogy amikor már nem emlékszünk, hogy minek mi a jelentősége, akkor annak elvész a jelentősége valóban. Tehát 50 év múlva, mármint hogy a Gábor Miklós halála után 50 évvel már nem lesz olyan még színház történész sem, aki fel tudja tárni, hogy akkor azok a becenevek vajon kit is takarnak, akik benne vannak egy naplóban, vagy egy noteszben, és akkor innentől elveszett az információ tulajdonképpen. Úgyhogy nem örültünk ennek a dolognak, hogy 50 évig zárva van az anyag, de hát ugyanakkor teljesítjük ugye minden irányból ezeket a kötelezettségeket, és hát elsősorban állományvédelmi szempontból, hogyha kinyitják majd 50 év elteltével, akkor azért legyen a dobozokban még valami, tehát hogy lehessen mégis valamit kezdeni vele. Nem tudom, hogy ki fog tudni vele valamit kezdeni. Hát a podcastünk függönye is lemegy, már rengeteg mindenről tudnánk beszélgetni, és volt egy olyan színházi élményem a Szerbanta utas holdvilágnál, ami egy 6 órás darab, és akkor baromi féltem attól, hogy majd elkezd fájni a fenekem meg minden, és olyan hatással volt rám, hogy egyáltalán kikapcsoltak ezek a érző idegek, vagy nem tudom, mi történt. De szóval nagyon fontos az a hatás, ami éri az embert, és szerintem folytatni fogjuk ezt a beszélgetést. Nagy örömmel. És örülök, hogy tetszett az Utas és Holdvilág, és azt gondolom, hogy mindenkit a színház felé az vonz, hogy ő milyen tapasztalatokat szerzett a színházban nézőként, vagy éppen színházcsinálóként, és szoktak nyavajogni az emberek, a fiatalok is, hogy jaj, hát itt vége van, meg nincs pénz rá, meg nem működik, és hogy hát hanyatlik a színház, és mindig azt szoktam mondani, hogy színház volt, van, és lesz is. Nyilván változik egy kicsit, és hogy azért van, volt, van, és lesz, mert a közönségnek van szüksége rá. Köszönöm szépen Sirató Ildikónak, Solymosi Ákos segített a munkánkat, kérjük, hogy iratkozzanak föl, kövessék, lájkolják. Az Országos Széchenyi Könyvtár 7. adását hallgatták.